Misi, 16 évesen az idei legfiatalabb debütánsunk vagy a felnőtt csapatban. Hogy érezted magad a nagyok között? Hát nagyon örültem, hogy meg tudtam kapni a lehetőséget a Feckó Tamás mestertől. Hát remélem tudtam élni a lehetőséggel, de tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ilyen fiatalon be tudtam mutatkozni. Amikor pályára léptél, egyből átvetted az irányítást, ugye Kanta Józsi helyére érkeztél. Mennyire érezted azt, hogy középről irányítani kell a csapatot? Hát a középpásznak igazából mindig van egy ilyen feladata, tehát hogy ők diktálják a tempót, ők szervezik a játékot, én is próbáltam. Nyilván itt a felnőtt futball még kicsit nehezebb volt, hiszen gyorsabb volt a tempó, azért erősebbek voltak a ellenfelek, gyorsabbak. De szerintem így elsőre jól bele tudtam ebbe illeszkedni, így hogy belecsöppentem, és szerintem egy nem rossz játékkal tudtam kivenni ebből a győzelemből részem. Ugye elitkörbe jutottatok az U17-es válogatottal, bemutatkoztál a felnőttek között. Mondhatjuk, hogy azért ez egy felejthetetlen hónap volt számodra? Igen, ez egy nagyon élménygazdag hónap volt a számomra. Ugye az elitkör is egy óriási élmény volt, hogy onnan elsőként tovább tudtunk jutni, az is egy óriási elismerés volt. És hát ez meg itt már csak a hab a tortán, hogy itt is be tudtam mutatkozni. Nagyon örülök neki.